Jó estét kívánok a kedves nézőink! Hazánkból is megérkezett a téli időjárás, ami a közlekedés során komoly erőpróbára tesz embert és közlekedési eszközt egyaránt. A téli időszakban sokat számít a gépjárművek felkészítettsége is, de a megfontolt emberi magatartás legalább ennyire elengedhetetlen. Lassan járj, tovább élsz, tartja a közmondás. A közlekedésben mindenkor komoly jelentősége van a közmondásnak. Bármennyire is siessünk, nem érdemes fölöslegesen kockáztatni, hiszen egy balesettel járó sietség sehová sem vezet. Főleg a téli időszakban, amikor is a csúszós utakon megnövekedett kockázatot jelent minden meggondolatlanul megtett manőver. Fontos, hogy kiemelt figyelemmel vegyünk részt a közlekedésben, és cselekedeteinkkel ne okozunk bajt sem embertársainknak, sem saját magunknak. Szakértő vendégem Illés János, a Traffic Control Kft. Ügyvezető tulajdonosa, akit a téli közlekedés kockázatairól kérdezek. Jó estét kívánok, szervusz János, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Így most karácsony és szilveszter között vagyunk, az első műsorunkat vesszük alapul. Kicsit hideg is van, már esett december elején a hó. Nem tudjuk, hogy mire várhatunk, számíthatunk ugye majd januárban, meg februárban, de hogyha azt veszük alapul, ami a 2017. év első két hónapját meghatározta, akkor nagyon kemény tél volt. Mire figyeljünk oda a téli közlekedés során a közlekedésben résztvevőknek? Mire kell odafigyelniük? Jó estét kívánok! Hát akkor kezdjük egy picit előről, és műsor tematikán kívül egy picit statisztikát hagy vigyek bele ebbe az adásba. Az év első 9 hónapjáról elkészültek a baleseti statisztikák, ami azt mutatta, hogy az év első 9 hónapjában 9 emberrel több halt meg a közútjainkon, mint az előző év hasonló időszakához képest. Azért ez előrevetíti azt is, hogy most ugye szeptember 30-ig tudjuk ezt a statisztikai adatot. Októberben, novemberben és most decemberben nem telt el olyan nap, hogy ne értesültünk volna a médiából bármilyen tragédiákról. Adott esetben egy vagy több ember haláláról is. Én félek, hogy ilyen szinten nagyon rossz lesz ez az éves statisztika. Visszatérve a közlekedési morára és a közlekedésre. Ugye a nyári időszámítási időszak azon, hogy azt szokták mondani, hogy általában kevesebb baleset történik, mert a meteorológiai helyzet ugye olyan, hogy kialakul egy állandó időjárás már nagyjából május közepétől, és onnantól kezdve mindenkinek csak azzal kell számolnia, hogy szembe fog sütni a nap, néha esik majd az eső, néha csúszósabb lesz az út, de számottevő olyan jellegű fokozott balesetveszély, mint a téli időszakban nincs. Amikor beköszönt az ősz, lehullanak a falevelek, sikossá válnak az utak, főleg, hogyha nem takarítják még ráadásul, illetve az esőzésekkel és a páralecsapódásokkal beáll az úgynevezett ködös időszak, amire ugye hajnalban, korán reggel, éjszakai körülmények között számíthatunk, de nagyon sok helyen már ilyenkor is, akár autópályák mentén is, napközben is megmarad ez a szinte áttörhetetlen ködfoltos útszakasz. Arra mindenképpen figyelni kell, hogy ezek a módosító tényezőkhöz nekünk is igazodni kell. Ugye a hidegfront esetén tompulnak a reflexek, ilyenkor jellemzően magas a figyelmetlenség miatt bekövetkezett balesetek száma. Egy dolog, ami ilyenkor pozitív szokott lenni, hogy az első pár nap után úgymond beáll a közlekedési helyzet, és a komolyabb balesetek már nagy valószínűséggel nem történnek, illetve a statisztika azt mutatja, hogy inkább kisebb jellegű anyagi káros, koccanásos, illetve könnyű személyisérüléssel járó balesetek történnek. Tehát valamilyen szinten hozzászokik a gépjárművezetői társadalom ahhoz, hogy eleve óvatosabban kell közlekednem és látja a többieket az utakon. Illetve ugye ilyenkor azt még tudni kell, hogy a hidegfront alapvetően feszültségmentessé teszi a közlekedőket, csökken az ingerlékenység, ugyanakkor lelassulnak a reflexek, jön az állandó álmosságérzet, nehézkessé válik a gondolkodás egyeseknél, és ilyenkor a mindgyakoribb balesetek oka egyértelműen a figyelmetlenségre vezethető vissza. Azt külön ki kell emelnem sajnos, hogy az életkor előre haladtával egyre érzékenyebbek vagyunk a frontokra, az időjárás változásokra. Idősebb korban ugye a belső folyamatok már lassabban játszódnak le, a test nem képes olyan gyorsan alkalmazkodni a változásokhoz, mint korábban. Ez jelentkezik alvászavarokban, fejfájásban, idegességben, kimerültségben, feledékenységben, depresszióval, szív- és érrendszeri betegségek, zavarok, szédülés, légzési problémák felléphetnek, és ennek megfelelően kell tudnunk átállni erre a téli időszakra.
A ködről ugye két dolgot érdemes tudni, hogy ez még a komoly fagypont és fagyok előtti időszak, egy párral lecsapódásos időjárási helyzet, ami általában ködfoltokban képződhet. Ilyenkor baleset megelőzési szempontból rettenetesen fontos az, hogy amit mostanában az elmúlt hetekben is láttunk a médiában, olyan útszakaszokon következnek be frontális ütközések, ahol emberéletek kerülnek veszélybe, illetve sajnos emberek halnak meg, hogy ész nélküli előzésbe kezd a gépjárművezető, nem tudja azt, hogy mi van a ködben, nem látja be az általa előzni kívánt útszakaszt, fogalma nincs, hogy milyen veszély jön szembe, hogy mivel fog szembe találkozni, és egy lutri játék az egész. Nem beszélve arról, hogy az egyik ködfoltot, ha még ott nyugton is van, elhagyják, hirtelen jön egy olyan szakasz, ahol normális adott útviszonyok vannak, hirtelen kisütött a nap, minden jónak tűnik, na akkor belekezd mindjárt gyorsan egy előzésbe, hogy előttem totyog a sor, és akkor elmegyek mellettük, utána a következő 300 méterben már belefut egy következő ködfoltba, és ugye megint kezdődik ez a Vakon megyek című játék, hogy már nem lát semmit, és fogalma nincs arról, hogy vajon az előzés biztonságosan be tudja fejezni. A köd mekkora mértékben jelent kockázatot? Több alkalommal említetted a ködöt, sőt, a karácsonyi prevenciós műsorunkban is kiemelted a ködnek a veszélyességét. A köd vagy a fagy a nagyobb veszélyforrás a téli időszakban? Mind a kettő nagyon nagy veszélyforrás. A ködre inkább azt szoktam mondani, hogy ez az emberi, tehát a gépjárművezetői felelőtlenségnek és nem törődömségnek, gyorsaságnak, szaladjunk, siessünk, gépjárművezetői magatartásnak a következménye, minden ilyen bekövetkezett baleset. Ugye a ködben az az egy ajánlott megoldás van, hogy álljunk be szépen a sorba, vegyük fel a forgalom ritmusát, tartsunk bőven olyan megfelelő követési távolságot, és ezt nem győzik elégszer hangsúlyozni a téli időszakban főleg, hogy olyan követési távolságot kell tartani az előttünk lévő mögött, hogy annak hirtelen fékezése esetén is bármikor biztonságosan mi is meg tudjunk állni. Nagyon sok esetben ezt nagyon nehéz megítélni egy ködös útszakaszon, nagyon nehéz megítélni, hogy mi az, ami nekem biztonságos vagy nem biztonságos. Ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy inkább tartsunk még nagyobb követési távolságot, inkább tartsunk még rá egy pár méterrel, mint hogy utána ebből sorozatütközés legyen, és vétlenül vagy sajnos baleset okozójaként, de hirtelen még az előttünk megállókban még mi is még belerohanjunk. Ami ugye a ködöt és ugye a fagyveszélyt ugye összeköti, az a páralecsapódás az úttesten. Mínusz 1-2 fok már bőven elegendő ahhoz, hogy az a páralecsapódás megfagyjon helyenként az úttesten olyan idézelvetében nem látható, előre nem látható jegesedést okozzon, hogy még normál útszakaszról hirtelen ráfutva egy ilyen jeges részre, akár saját magától is, tehát nem kell ahhoz komoly erőbehatás érje az autónkat, fékezés, gázadás, bármi, rögtön megcsúszhat az autó, irányíthatatlaná válik, és utána gondok vannak. Milyen más veszélyforrások várnak a gépjárművezetőkre, vagy a közlekedésben résztvevők mindegyikére a téli időszakban? A téli időszakban megint csak azt tudom mondani, hogy látni és látszani. Tehát most az utóbbi hetekben, hónapokban megint rengeteg híradás szólt arról, főleg az éjszakai viszonyok során bekövetkezett baleseteknél, legfőképpen a gyalogos elütéseknél, hogy ismételten gyalogosok olyan magatartást tanúsítanak a közutakon, ami teljesen szabálysértő jellege van eleve. Lakott területen kívül nem a forgalommal szembe közlekedünk, ezt mindig azért szoktuk kihangsúlyozni, hogy inkább menjünk a forgalommal szembe, hogy én is lássam azt, hogy ki jön velem szembe, ha ő csinál bármilyen olyan manővert, amiből látom, hogy gond lesz, nekem is legyen lehetőségem, vagy legalább meg tudjam próbálni azt, hogy valamerre ki tudjak térni előle. Megint nagyon sok híradás szólt arról, hogy lakott területen kívül nincsenek fényvisszaverő mellények a gyalogosokon. Utóbbi időben történt egy-két olyan kerékpáros elütés, hogy lámpa nélkül, tehát se elől a fehér villogó lámpa, se hátul a piros lámpa, se fényvisszaverő mellény, tehát minden nélkül a vaksötétben közlekedünk, és ugye nem egy, nem két károsult gépkocsi vezető ugye már csak azt tudta elmondani a kameráknak, hogy tulajdonképpen azt sem tudja, hogy mi történt, mert hirtelen csak egy koppanás jött, és ő ebből nem látott semmit sem.
Na most azért ez sem igaz így azért így egészen, mert ugye a relatív gyorshajtásnak ugye a szabályai meg egyebek kimondják azt, hogy ugye azért nekem olyan adott sebességet kell választanom az adott útszakaszhoz, látási és útviszonyhoz, hogy a saját tompított fényszorom által bevilágított területen, hogyha bármi történjék, és én azt látom és észre kell, hogy vegyem, akkor azért meg tudjak állni. Egyébként egyre többet lehet tapasztalni gépjárművezetőktől, hanem a kerékpárosoktól az, hogy kivilágítatlanul mennek. Több alkalommal voltam vidéki városokban az elmúlt hetekben, és úgy kedvem lett volna megállni, hogy rászóljak a biciklisre, hogy ez így nem lesz jó. Lehet, hogy meg akar halni, nem tudom, de akkor más megoldás kellene, hogy válaszol. De vidéki településeken azt lehet tapasztalni, hogy 10-ből, ha 1-2 ember maximum, aki betartja a közlekedési szabályokra vonatkozó részét, a többi ember kivilágítatlanul, azt még megtetéz volt sötét színű, vagy fekete, vagy sötét kék, vagy zöld színű olyan ruházatot viselve, ahol esély nincs arra, hogy az ember észrevegye. Csak amit te is elmondtál, annak köszönhetően lehet elkerülni ilyenkor a baleseteket, hogy az ember azt a sebességkorlátot nem lépi túl, ami az adott útszakaszra vonatkozik. Egyébként meggyőződésem, hogy el lehet kerülni így a balesetet. Tehát aki azt mondja, hogy nem vett észre, csak amikor már koppant, ezt én nem tartom valószínűleg. Sőt, amikor én ívben megyek, sötétben, éjszaka, tehát hogy úgy vezetek autót, és hiába lehet menni 80-nal, nem vagyok hajlandó menni 80-nal, valamikor lelassítok 50-re vagy 60-ra, mert nem tudom, hogy megy előttem mondjuk akár egy részekerékpáros azon a vidéki útszakaszon, és lehet, hogy nem az útszélen fog mennem benn középen, és nem kívánom elütni. De tény, hogy nagyon nagy kockázatot jelent. Kik vannak kitérve egyébként a téli közlekedés során nagyobb kockázatnak, most ugye megbeszéltük a kerékpárosokat, túlnyomó részt önmaguknak köszönhetően, akik ugye nem tartják be a rájuk vonatkozó közlekedési szabályok szinte egyikét sem, de rajtuk kívül kik vannak még nagyon nagy kockázatnak kitérve? Nagy kockázatnak van kitérve ugyanígy a gyalogosok is, amiről beszéltünk, hogy lakóterületen kívüli útszakaszon őket nagyon sok probléma érheti, ami ellen ők tehetnének, és ugye az elkerülhetőség azért az rajtuk nagyon múlik. Egy-kettő azért azt nem szabad elfelejteni, hogy akár lakóterületen, akár lakóterületen kívül, ha gyalogosként is azt érezzük, hogy megváltoztak az út és látási viszonyok, akkor azt tudatosítani kell, illetve tudatosulnia kell bennünk is, hogy mindez a járművezetőkre is kihatással van. Tehát, hogyha egy adott útszakaszon, normál körülmények között, száraz aszfaltos úton, jó látási viszonyok között úgy érzem, hogy még át tudok még menni, ha egyébként nem szabálytalan helyen megyek át az úttesten, és nem fog érni baj. Ugyanez téli útviszonyok között, jeges úton, havas úton, latyakos úton, ez nem lesz végrehajtható, mert az autós ugyanarról észlelt helyről, ugyanazzal a fékezési reakcióval már nem fog tudni megállni, és el fog minket ütni. János, a te meglátásod szerint, mint balesetmegelőzési szakember, plusz kockázatot jelent a téli közlekedés a többi évszakhoz képest? Mindenféleképpen igen. Azt ugyan hozzá kell tenni, hogy eredményében, tehát a sérülések súlyosságát tekintve mindig jobb a helyzet. Tehát az első pár nap szokatlan, megváltozott időjárási körülmények után nagyjából helyreáll a rend, és azért mi is azért azt tapasztaljuk és érzékeljük nap mint nap, hogy azért utána egy ilyen részleges nyugalom következik be ezeken az utakon, és kevesebb a baleseti bejelentés, inkább a személyisérülés nélküli, vagy a kisebb anyagi kárral járó balesetek lesznek inkább a jellemzőek, amelyek viszont egyébként, hogyha figyelmesen vezetünk, azért ezek meg elkerülhetőek. Egy kicsikét a kamionokra rátérünk, hogy ha jól tudom, akkor a kamionok egyike sem rendelkezik közkerék meghajtással. És már pedig a kamionsofőrnek, ha tetszik, ha nem tetszik, A-ból B-be el kell vinni a rakományát, és utána B-ből A-ból majd vissza kell menni egy másik rakományjal. Főleg itt a 4-est mondom, a 6-os utat, de inkább a 4-esre jellemző talán, és ki tudja, hogy mikor lesz egyáltalán, vagy lesz egyáltalán N4-es autópálya Magyarországnak. De mekkora plusz kockázatot jelent egy ilyen csúszós téli időszakban egy ilyen hatalmas nagy, több tíz tonnás kamion, ami nem hátsó kerék, vagy nem összkerék meghajtásra rendelkezik, hanem hagyományos meghajtása van. Pluszként még ott van rajta vagy 20-30 tonna, vagy ki tudja, lehet, hogy még több is. Azért azt minden felelős gépjárművezetőnek azért azt tudnia kell, hogy mire képes ő maga, mint gépjárművezető, és mire képes az a jármű, amivel közlekedik. Ugyanis én hiába vagyok egy szuper pilóta, hogyha az alattam lévő járműnek rosszul választom meg a sebességét, rosszul választom meg a követési távolság
tartalmát. Ha hirtelen fékezni kell, akkor tényleg már csak a vészfékezés marad, és utána jön a sorozatütközés. Ugye az elmúlt hetekben nem egy, nem két sajnálatos riportot láttunk ott, ahol kamionok csúsztak egymásba, kamionok toltak össze gépjármű sorokat. Egyszerűen én nekem az érzésem, hogy nem hajlandók tudomásul venni azt, hogy az ő járművével már pedig a Kressz nem véletlenül írja elő azt a bizonyos 72 méteres követési távolságot, amit ugye az egyik kamionnak a másik mögött tartania kellene, de ugye ugyanígy belemeltek ugye abba is, hogy most már hála Istennek legalább látom a prevenciós lényegét, illetve látok egy-két olyan rendőri intézkedést az autópályánkon, ahol ugye az egymást, a két egymás mellett lévő azonos irányban haladó forgalmi sávú utakon a kamionok egymást előzgetik, és indul el ez a vonatozás, hogy 4-5 km per a különbséggel megpróbálja még megelőzni a másikat, és kilométereket megyünk a hátuk mögött. Ez az előzési tilalom, ez rájuk vonatkozik 6 és 22 óra között mindenféle tekintetben, és most már legalább látom azt, hogy igenis az utóbbi időben a rendőrség kiemelten próbál ezzel is foglalkozni, részben a baleset megelőzési veszélye miatt, részben pedig ugye azért, hogy ezeket a szabálysértőket kiszűrjék, mert a szabálysértők többsége külföldi állampolgár, szinte utolérhetetlen. Csak az számít, és csak az a visszatartó erő, ha a helyszínen megfújják és meg is büntetik érte. Mi a tapasztalatotok, hogy milyen mulasztásokat engednek meg a téli közlekedés során, a közlekedésben részfő kategóriáktól függetlenül? Teszem fel ezt a kérdésemet. Én itt elsősorban kiemelném azt, hogy sok esetben rosszul választják meg a haladási sebességet. Ugye az adott helyszínen megengedett sebesség nem azt jelenti, hogy annyival is kell mennem, még akkor is, hogyha az útviszonyok ezt nem teszik lehetővé. Tehát azt mindenkinek át kell tudni értékelni, hogy egy lakóterületen belül 50 km per megengedett sebesség, de amennyiben jeges az úttest, amennyiben hókásás, amennyiben a forgalmi viszonyok olyanok, akkor igenis lejjebb kell vennem a sebességet, csökkentenem kell pontosan azért, hogy biztonságosan eljön A pontból B pontba. Ugyanilyen nehézkes a követési távolság megválasztása, azt megint tudni kell, hogy gumitípusoktól függően vagy függetlenül, de ugye nagyobb követési távolságot kell tartanom, mert hasonlóan a tavaszi vagy az őszi közlekedési útviszonyokhoz képest olyan hamar nem fogok tudni megállni egy vészfékezéssel, mint hogyha tenném ezt a száraz útviszonyok között. Ónos eső. Én nem emlékszem olyan télére, hogy legalább egy alkalommal, ami 2-3 napig is eltartott volna, ne lett volna ónos eső. Nekem az a szubjektív meglátásom, hogy ebben az időszakban én nem vagyok hajlandó autóba ülni. Tehát én nem ülök autóba. Én otthon kivárom az ónos esőnek a végét. 2 évvel ezelőtt történt, amikor velem is megtörtént egy ilyen baleset. 2016. január 23-án, január 24-én, és jött föl hozzánk, mi Szentendrén élünk, a mentő. És gyalog, szinte húztak, másztak, térden állva jöttek, másztak föl a mentősök, ugye esett az ónos eső, én a gyerekeimmel kint játszottam az udvaron. És kérdezem a mentősöket, hogy mi a gond. Azt mondja, hogy itt valami beteg gyerekhez jöttek, de nem tudják a címet, és elakadt a mentőjük. De közben jött egy másik mentő, az is elakadt. Én meggondoltam, hogy segítek nekik, hozzáteszem terepjáróval, tehát nagy teljesítmű terepjáróval, hogy lemegyek a hegyoldalon, és segítek nekik, hogy kihúzzam őket. Most ennek az lett a végeredménye, hogy én is megcsúsztam, és hogy ne kelljen nekem mennem a mentősöknek, gyakorlatilag a saját gépjárművet neki vezettem egy villanyoszlopnak. És így tudtam elkerülni, hogy nagyobb baj legyen. Mindhármunkat egyébként a tűzoltók menekítettek ki, szabadítottak ki úgymond a két mentőt meg minket is, és 21. századi technikával, ami abból állt, hogy jött a 6 tűzoltó, és sózták az utat maguk előtt homokkal, és törték egyet, és úgy tudtak följönni, és úgy szedtek ki bennünket. Ezt azért is tartottam fontosnak, hogy elmondjam, akkor én eldöntöttem, hogy nem vagyok hajlandó ónos esőbe autóba ülni, mert nagyon-nagyon nagy a kockázat. Én úgy értékelem, hogy nagyon nagy a kockázat. Ebben szemben ugye nagyon sok balesetről lehet aznap hallani, tehát ugye tűzoltókkal is beszélgetek ilyenkor, nem győznek menni különböző balesetek helyszínére. Te, mint biztonságtechnikai szakember, balesetmegelőzéssel foglalkozó szakember, hogyan látod az ónos eső kérdését? Hogyan közlekedjünk, vagy egyáltalán vegyünk részt a közlekedésben? Válaszok egy picit ketté. Aki már úton van és menet közben ér őt az ónos eső, az szinte tehetetlen. Az ónos esőben nincsen az a gumi, amivel biztonságosan meg lehetne állni. A gumi kívül, bocsánat, terepjáró, négykerekkel társul, ér valamit?
Szerintem semmit nem ér az éget a világon. Semmit. Tehát hogy ugyanúgy be fog menni az árukba, mint egy alapjármű, aminek csak első vagy hátsó kerék meghajtása van. Tehát abban a pillanatban, hogyha mind a négy guminak elveszítem a tapadását, akkor itt nincs tovább. Akkor itt egyetlen egy dolog van, a szerencsém múlik az, hogy szenvedek-e balesetet, vagy nem szenvedek. Akiket útközben ér ez a helyzet, azoknak ugye, ha feltétlenül muszáj eljutni a végcélra, akkor ugye fokozottan a tempót visszavenni, és megpróbálni úgy közlekedni, hogy nagyjából el tudjon nagyon lassú tempóban menni A pontból B pontba. Akiket viszont otthon ér ez a szituáció, és nem feltétlenül muszáj, tehát nem életmentés, nem bármi olyan van, ami azonnali orvosi segítséget igényel, vagy bármi olyan vészhelyzet alakul ki a családban, ami miatt muszáj menni és muszáj beülni, mi azt javasoljuk, hogy ők ne menjenek sehova. Tehát előbb-utóbb az azonos eső meg fog szűnni, előbb-utóbb fel fogják sózni, előbb-utóbb egy picit jobb lesz a helyzet, de aznap, vagy rákövetkező nap, ameddig még azt látja a saját kis lakókörnyezetében is, hogy csúszik a járda, hogy tiszta jégpálya minden, ne induljon el. Egészségügyi szakdolgozókkal szoktam beszélgetni ilyenkor, hogy mi a tapasztalat a sebészeti osztályokon, és nagyon sok, rengeteg baleset történik ilyenkor, ami a gyalogosokat érintő baleset. Én úgy gondolom, hogy érdemes inkább otthon maradni, azon az egy-két napon valószínűleg sok minden nem múlhat, de az egészségünk meg az életünk ennél lényegesen fontosabb. Mekkora fontossággal bír, hogy a közlekedési eszközök a téli időszakra vonatkozóan fel legyenek készítve? Én már ezt november hó elején megtettem, minden olyan szükséges lépést, amit meg kellett. Elintéztem, téli gumi van a gépjárművel, fel van töltve, mínusz 40 fokig, gyakorlatilag fagyálló folyadékkal, és föl vagyok készülve a téli időszakra. Mi az, ami nagyon fontos ilyenkor, és mi az, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni? Hát ami semmiképpen nem szabad figyelmen kívül hagyni, ugye az a téli guminak a kockázata és a felrakása. Mekkora szerep egyébként a téli guminak? Hát azt tudni kell, illetve arról már sokat beszéltünk, hogy ugye a téli gumi annyiban különbözik szerkezetében, mintázatában, általában a nyári gumikhoz képest, ugye lazább szerkezetű, puhább, tehát sokkal jobb tapadó felületet biztosít. Már amennyiben ugye a tapadás megengedett, tehát egy ónos eső esetén teljesen mindegy, milyen gumival mentünk. Ebből a szempontból nagyon fontos szerepe van. Egy-kettő, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért ennek elmulasztásának ugye több hátulütője is lehet, az egyik az, hogy ugye könnyebben szenvedhetek közlekedési balesetet. Ott, ahol esetleg meg tudtam volna állni téli gumival felszerelt járművel, és egy közlekedési baleset van, a rendőrintézkedésnél kiderül az, hogy nyári gumi volt a járművemen, meg fog érte kapni a felelős a büntetését, illetve a biztosítók is most már, a biztosítók többsége úgy áll hozzá a kérdéshez a kárrendezés során is, hogy amennyiben nem olyan szakszerűen felszerelt és időszaknak megfelelő gumival volt felszerelve a jármű, ami kötelező lett volna, tehát tél esetén téli gumival, akkor bizony a kártérítések mértékét is jelentősen lecsökkenthetik. Mi az oka annak, hogy nagyon sokan még mindig nem veszik komolyan a téli guminak a jelentőséget a téli időszakban? Nagyon sokan indulnak ki abból, hogy engem nem érhet baleset, csak átszaladok a szomszéd faluba. Tehát azért a kevés kilométerért nem veszek téli gumit. Ugyanilyennel szoktunk találkozni akkor is, amikor valaki folyamatosan nyáron is téli gumival közlekedik, mondván, hogy nem kopik el az annyira, de legalább nem kell majd lecserélnem, mert télen is biztosan jó lesz. Ugyanakkor itt van ugye a négy évszakos gumiknak a kérdése. Régen egy neves gépjármű szakértő úr azt mondta, hogy tulajdonképpen a négy évszakos guminak egy jelentősége van, se nyáron nem jó, se télen nem jó. Tehát valahol még mindig nem találták el azt a középarányos utat a négy évszakos gumiknál, hogy ez valóban télen és nyáron egyaránt megfeleljen a közlekedési követelményeknek. Én olyannak tartom a négy évszakos gumit, mint a négy évszakos kabátot vagy a négy évszakos cipőt. Ebben azt hiszem elmondtam mindent, tehát komolytalannak tartom én, és ez az én szubjektív véleményem természetesen. Milyen olyan tanácsokat tudnál adni, nem egész 2 percünk maradt hátra, hogy készüljünk föl a téli közlekedés során, mondjuk, hogy egyik városból, egy másik városba kívánunk elmenni? Mi legyen a gépjárműnek a tartozéka ezekben az időszakokban? Mindenféleképpen a kötelező tartozékok legyenek nálunk. Tehát elakadási jelző, háromszög, első segélykészlet, annyi darabszámú fényvisszaverő mellény, ahányan a gépjárműben tartózkodnak, vagy tartózkodhatnak.
Ha lehet és hosszabb útra indulunk, teletankkal induljunk el, ne kelljen útközben ezért megállni, vegyünk magunkhoz annyi élelmiszert, italt, adott esetben gyógyszereket, gondoskodjunk magunknak előre ezekről, esetleg hosszabb út során nem árt egy takarót, egy pokrócot bekészíteni még a gépjárműbe, tehát minden olyanról próbáljunk meg gondoskodni, ami egy hirtelen váratlan 3-4 órás leállás esetén is nem fog nekünk gondot okozni. Gondolok itt arra, hogyha valaki betegségben szenvedne, Isten cukorbeteg vagy bármilyen, ha a cukorszintje leesik, tudjon gondoskodni arra, hogy bármilyen műzliszert, bármilyen olyan kis élelmiszernek a bekészítésével, vagy ivólé bekészítésével, amivel a saját egészségét sem veszélyezteti. Öltözék tekintetében, hogyha tényleg 3-4 órán keresztül állt motorral kell állni az út szélén, vagy az út közepén, mert olyan akadály van, milyen öltözék legyen, ha nem is rajtunk közvetlenül, de a birtokunkban? Igen, ez fontos kihangsúlyozni, hogy semmiképpen ne rajtunk legyen, mert a közutakon nagyon sokszor látni olyat, hogy olyan téli kabátokban, nagy sapkákban, kesztyűkben vezetnek emberek, ami egyszerűen kétségessé teszi azt, hogy bármilyen manőverre is képes az adott szituációban, hogyha ne egy Isten bármilyen veszélyhelyzet elé kerül. Egy-kettő, nagyon sokan úgy öltöznek föl, hogy a külvilágról nem vesznek tudomást, vagy nem is tudnak tudomást szerezni, sem hangban, sem látásban. Illetve az még nagyon fontos, hogy mindenképpen legyen nálunk megfelelő mennyiségű kabát, pulóver, bármi egyéb, de bekészítve az autóba, és csak akkor, ha gond van. Én most nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Ez volt egyébként a 2017. év utolsó műsora. Ezután szeretnék neked is nagyon-nagyon boldog új esztendőt kívánni, és nagyon szépen köszönöm az egész éves együttműködésedet. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket, kérem, vigyázzanak egymásra is, hogy ne legyen áldozat, és önöknek is szeretetben, egészségben, békességben gazdag, boldog új esztendőt kívánok önmagam és munkatársam nevében is. A műsort támogatta a PTB Pajzs Kft. Önerőből lophatatlanná teszi autóját. A műsor támogatója a 18 MK autós iskola, a múlt és a jövő iskolája.